Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneoton Music Group. Sziasztok, kedves MPV-sek, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az MPV-nek a csatornáján, és ha ezt a videót látjátok, akkor a nyári szünet üzemmód így aktiválódott, ami azt jelenti, hogy ilyenkor másfél hónapra kicsit visszavonulok, és gyűjtöm az inspirációt az új szezonra, ilyenkor mindig egy picit így kipihenem így az évad fáradalmait, illetve olyan dolgokat is kitalálok, ami mondjuk az őszt meghatározza. És most az ősz azért is lesz meghatározó, mert így a műsor alatt is, tehát miközben nézitek ezt a videót, már szét van szedve, ez itt mögöttem, tehát ezt itt az utolsó pillanatban sikerült rögzítenem, amikor még nem kaptam szét semmit, meg költözik a stúdió egy nagyobb helyre, úgyhogy szeptembertől már egy megújult környezetben, megújult stúdióban várlak titeket újra. És hogy addig is ne unatkozzatok, próbáltunk régi jó részekből szemezgetni, kicsit újravágva, kicsit újra gondolva, kicsit nosztalgiázunk Tomival, és hiányzik nekünk mindig Tomi, úgyhogy a nyár Tomis adásokról fog ismét szólni, kicsit újra gondolva, újravágva, illetve próbáltam olyan részeket is előkapni, amit már abszolút nem publikusak itt az MPV csatornáján, úgyhogy szerintem lesz egy csomó számotokra még újdonság is. És jó páran kérdeztétek minden héten, hogy akkor mi van az MPV bónuszcsoportokkal, ez most már tényleg véleresen bezárult, volt egy lehetőség pár hete, hogy még lehet oda csatlakozni, de továbbra is, ha valaki a Tomi-féle videókat szeretné kizárólag elérni, akkor van egy link a leírásba, ahol ezt meg tudjátok egy csomagba vásárolni, amiben tulajdonképpen mind a négy évad összes Tomis videója benne van. A kérdésre pedig az a válaszom, hogy miért nem elérhetőek már az MPV bónusz csoportjai, azért, mert a tartalomnak egy kis vagy nagyobb hányada már egy picit outdated, csomó információ sajnos a rohanó világ miatt már nem annyira aktuális, úgyhogy nem szeretném, hogy ezeket például mondjuk az új látogatók mondjuk már így lássák, én ezt legszívesebben letörölném, csak azért nem törlöm le, hogy aki már befizetett x éve, vagy mostanában, ők még elérjék ezeket az anyagokat, úgyhogy aki benn van, ők ne aggódjanak, viszont az újak számára már csak ez a külső, kidobozolt változat elérhető, amit csak a Tomis adásokból tettem össze, ez külön bármikor meglásárolható, semmifajta restrikció nem várható ilyen téren. És rengeteg könyv is várható majd, itt ősztől jön Puha Szabinak a könyve, Galambos Zolinak a könyve, és még én is készültem egy nagyon érdekes könyvvel az AI-jal kapcsolatban, még a meglévő évből tonos e-bookom mellett, úgyhogy sűrű lesz ez az augusztus, szeptember, október, november, december. Vigyázzatok magatokra, és kellemes kikapcsolódást kívánok a nosztalgiázáshoz. Egész nap, hát délutánig, bezárólag, ahogy így készen leszünk, szerintem ilyen 6-7 magasságáig, egyetlen egy dalt fogunk mixelni teljesen nulláról. A koncepció az, hogy van egy kedves tanítványom, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ő projektjét így szétszedjük. Tomi már hallgatott egy ilyen demo mixet, hogy kb. Hova akar irányba tartani a dal, és én most mindenről leszettem mindent. Tehát most majd elindítjuk a dalt, eléggé káosz lesz, úgyhogy ne ijedjetek, mert mindenről le van szedve minden. És Tomi szépen lépésről lépésre fogja ezeket gatyába rázni, és lesznek szünetek is, tehát folyamatosan megy az élő, és kizárólag YouTube-on leszünk egészen estig, és néha lesz egy kis kávészünet, pisi szünet, néha meg fogjuk hallgatni itt hangfalon, és addig ti szüneteltek, és mi kinémítjuk a mikrofonokat, hogy meg tudjuk hallgatni hangfalon, tehát arra is ráhallgatunk, hiszen azért fülesben kicsit meg fogunk gajdulni szerintem. Ja. Azért mondjuk meg ezt, hogy ez, amit csinálunk, ez nem normális. Ez nem normális valóban. Jó, tehát nem. Ez csak számotokra... Igen, ezt ne utánozzátok, mert ez önök otthon ezt ne próbálják ki, hogy szokták mondani a tévék. Egészségügyi kockázata van ennek. Ilyen. Igen, tehát ezt ti otthon ne próbáljátok ki. Most azért van rajtunk füles, mert másképpen ezt a műsort nem tudnánk megcsinálni. Tényleg néha rá fogunk hangfalon is hallgatni, mert szerintem már óra végére... Ez egész ilyen kötetlen lesz. Látjátok, hogy ilyen lehetetlen időpontba kezdtük el a műsort. Úgy döntöttünk Danival, hogy nem kell itt húzni az időt, nem várunk fél háromig. Sokan, hát már 80-an néztek minket, Jézusom. Basszus, tehát. Tomikám, mi az a hányás itt, Dani? Ez hogy van ez? Rendezzük össze, milyen sorrendben szeretnéd összerendezni ezt a hányást? Hát lábdob, pergő, lábcín, basszus, ének. Lentről fölfele? Nem, az éneket tedd legalúra, a dobokkal kezdjed. Dobok, basszus, és akkor úgy menjél lefelé. Jó, és akkor, az ének legyen a legalja. Ének, hát rap vagy, mint dob. Az előadás. Van itt egy kiállás basszus, van a normál basszus. De inkább már ránézésre mondom, három sávval lejjebb lévő dobot, az ott van már, ide látom a kick feliratút. Igen. Azt tegyed legfelülre.
Milyen furán dolgozol, én oda ezt nem szoktam. Jó. Nem baj. Jó hang, erről kifele, srácok. Igen, ezt... azt már mondjátok meg. Most búcsúzom egyedül, várom már a fagyos telet. Fejemben a napjaink, mik nagyon szépek voltak. Mikor fent az égiek, még én mellettem voltak. Tedd oda a zongorás észre, igen. Nem maradok más, csak a naplóban egy régen. Itt majd sok-sok effekt lesz. Slancsi, készülj, majd te szenvedsz vele. Sötétben vezek, le kell vezet a fényed. Ugye tudod, tiszta szívemből szeretlek téged. Megölnek ezzel a zongorában. Sajnálom, mit veled tettem, sajnálom, ezt mit történt, csak neked. Hogy végigláttam, mégsem kerültem ki én az hát mi fontos, hogy hangosabbak legyünk. Eltűnök szerintem Balázs. Ürítem a táram, fejembe a töltényt. Megragadom, nem tudom, hogy tem a szemnek. Most meg csak lesek, hogy szállnak ködé a tervek. Oké. Okay. Alapvetően mennyit hallgatod előtte a sávokat munka előtt? Pár percet. Ez egy jó kérdés. Viszont sokat gondolkodok rajta. Tehát... azért nem szoktam szarrá hallgatni, mert akkor megszokok bizonyos dolgokat, és akkor megszokom, hogy ott van. Ha a dalnak a lüktetése aránytalanul, szarul, összetolva nem működik, keverve se fog. Tehát ha tempó, zenei problémák vannak benne, hogy hamis, ezt soha eltüntetni nem lehet. Rá lehet kaparni effekteket, meg be lehet így söpörni a szőnyeg alá, de jó nem lesz. És a legfontosabb, amit meg kell érteni, 2020 van. A popzenében most csak olyan zenék működnek, így mondom nektek, ami baszat. Mert amelyik nem csap oda, amelyik nem ilyen reklámszerű, sokkolóan hat az emberre, hogy nézd milyen fasz a lábdobom, nézd milyen kurva jól énekelek, vagy mit tudom, azokon elsiklanak az emberek. Kicsit lelőjük a főhőst, az melyik lehet ez? Ott, ez? Az, mert alatta is. Van ez a duplája. Aha, na még egyszer, ha nézem ezt a loopot. Hogy lehet oda menni? Hova szeretném menni? Mindegy, valahol, ahol megy a basszus, meg az izé. Körténeked itt beizélek, és akkor... Plaj. Így, mutatok egy trükköt. Ez nyíl egyenes ez a lábdob, ha jó hallom? Aha. Menj rá. Nézzük, hogy mi van rajta. Ez szerintem nem úgy mondom, hanem time-ba. Hogy lehet ezt nagyítani, Danikám? Mit szeretném? Úgyhogy nagyobban lássam, hogy a gridekre hova jöttek az ütések, de szerintem ez pont ütéseken vannak, tehát ez halálpontos a midi. De adhatok neked metronómot is, ha ennyire. Nem kell metron... Atompontos, igen. Nagyon fontos az, hogy ugye hallgattuk az egész dalt egybe, tehát azt azért nagyon tisztában vagyok az, hogy melyik zenei funkció, a hegedű, a zongora, a gitár. Kik a főszereplők? Kik a főszereplők, pontosabban helyesbítek, a szereplők mit csinálnak, tehát hogy mi a feladatuk. Meghallgatjuk, hogy mit csinálnak a dolgok, tehát hogy mit csinál ez a lábdob. Egész jó lábdob amúgy, leszámítva az, hogy ez a sistergés megy rajta. Ege. Az azért rossz nekünk, csak hogy így értsétek, így most előre figyelmeztetem magam, hogy előfordulhat az a szisztéma, hogy az EQ-zás meg a mix miatt ez a sistergés nagyon elő fog bújni a mixbe, akarva, akaratlanul. És ugye ezzel nincsen baj abban az esetben, hogyha megengedhetnénk magunknak azt a luxust, hogy lófi lehessen a lábdob. De most mondtuk el, hogy nem lófinak kell lenni, hanem baszni kell neki. Uh-huh. Tehát ennek egy zoral. Ezt nem lehet viccesre venni, akkor inkább uh-huh. így mondom. Tehát nem ez a vicces része a dalnak. Hanem pont attól lesz vicces, hogy ez nagyon komolyan van véve, és közben meg a teteje meg kevésbé lesz komolyan véve. És akkor, na mindegy, ez lehet, hogy később probléma lesz. Most csak ez az egy dolog jutott eszembe. Azt kell hallani, hogy hol van a hangerő? Ezt tedd meg, ezt megtolom, mert akkor nekik hangosabb lesz? Hát a gain tolod meg inkább, ott van egy gain plugin. Jó lesz ez így, ezt könnyebb állingatni. Halljátok azt, hogy... Nem csak az atakot nézi, tud ezt fél tempóba lejátszani? Nem, ezzel mindig basztod. Amikor elindul a lábdob, akkor lehet hallani, hogy az indító tranziense, ez a pattogása, ez egy ilyen
középhangsúlyos, beszűrt valami, olyan, mint hogy egy szűrő lenne a lábdobnak ezen a magas tartományán. És jó ki van rezózva ilyen középtartomány, ez egy ilyen elég R&B-s, tehát egy elég ilyen hip-hopos lábdob, ilyen tipikus. Az van, hogy ezt már nagyon bekúzták valahova. Érted, Dani, ezt a lábdobot? Tehát már valaminek nagyon megcsinálták. Lehet, hogy nekünk ez a közép egy iciri-piciri sok. Mindjárt megmutatom nektek miért, mert hallgassunk az éneket, hogy... Túl hamar jöttek elém a tények, sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fény. És ehhez képest a lábdob meg már tompa. Na most, hogyha elkezdek a lábdobon emelni, hogy ilyen világosabb legyen, tehát hogy energetikailag hasonló legyen, mint az ének ebből a szempontból, akkor viszont rögtön, hol van? Itt van egy EQ, mondjuk. Mit szeretnél, csak közben itt válaszoltam? Mindegy, tegyél rá egy equalizert. Milyen equalizert szeretnél? Amit akarsz, nekem ez tök mindegy. Volt rajta eredetileg egy ilyen. Nagyon jó. Csak kapcsold be. Hol van? Itt. Szóval az van, hogyha most így megtolom a magasat, akkor ez fog történni, és rögtön előjön, hogy nem elég drága a minta. Tehát, hogy nem elég jó forrásból dolgozunk. Elővegyük a szírdobokat? Nem kell elővenni a szírdobot, hanem mondom, hogy ez most probléma. Ez nem feltétlen jelent majd később a mixben mondjuk súlyos gondot, nem biztos. De ebben a szituációban például én sem tudom ezt megmondani. Uh-huh. Tehát ilyenkor úgy gondolkodok, ezt elteszem magamba, és már rekognizálom magamba, hogy hát lehet, hogy majd ki kell cserélni a végén a lábdobot, mert ez lehet, lehet kerékkötő a dolognak. A következő dolog, amit ilyenkor meg szoktam hallgatni, az általában az, hogy melyik a basszusban. Meg az ez. A szép 808, az a neve. Ez, igen. Jézusom. Tehát, hogy ez mit csinál? Hát ez a nasszú torzított színusz kiváló, bazben. Most ugye azon, hogy onnan, hogy teljesen párhuzamosan játszik a lábdobbal, semmi értelme annak, hogy ezt külön pattogtassad az elejét. Tehát igazándiból el is hanyagolhatod az indító tranziensét, hiszen a lábdobnak hangosnak kell lenni, egyértelműnek kell lenni, és mivel ugyanúgy játszik, ugyanakkor játszik, mint a basszus, teljesen párhuzamosan, ezért tök fölösleges. Kicsit ez olyan, mintha a lábdobnak torzítanád be a szubját, vagy nem tudom, micsoda, mintha ez egy hozzáadott valami lenne. Majd kinyírod mindjárt. Némelyik helyen szegény basszus nem is bírja a magasságot. Hát legalábbis itt fülesben némelyik hang nem szólal meg se. Olyan mélyen van. Csináltunk egyet Moogból is. Itt van az Na jó, figyelj, ezt most egy kicsit felakadtam. Ilyenkor ezeken kiszoktam akadni és üvöltözök a megrendelővel. Üvöltöz velem, Tomi. Nem tudok veled üvöltözni, ez nem a te hibád. Na, de itt a Moog. Játszhatunk vele. Hát ez nem nehéz, ezt a három hangot eljátszani. Azt én mondom. Majd keresünk egy másik hangszínt, akár. Oké, mutatok egy olyan trükköt, amit nagyon sokszor szoktam használni, nagyon sokat tanultak bőle. Csináld ezt létszeres, hogy ezt rendereljük ki, ezt az instrumentet? Az egészet? Igen, tehát hogy a hullámformákat lássák az emberek. De nagyon-nagyon nagy is bőle, nem tudom. Még. Jó, fel a lábdobra. Oké, nagyon nagyító. Tehát, hogy, csak ki kell jelölnöd. Igen, hogy... ezt a részt. Hogy látjátok, hogy ezeket a... Oh, bocsánat, mert ez most mind a kettő a lábdob, ugye mono. Ja. És látod itt a problémát, Danikám? Ja. Na és van egy olyan dolog, hogy ezeket így fázisba össze lehet egyeztetni, mert ez most majdnem ellenfázisban működnek a dolgok. Ugye ebben az esetben, hogyha ennyire statikus a basszusunk, mint itt, hogy ez a három hangot játsza, akkor meg lehet ezt oldani, ugyanis ezek a mélységek, ezek pont ugyanott vannak, mint a lábdobok, hiszen látod, bakker, hogy majdnem ugyanazt a hangosságot játsza. Ezek mindig ütközni fognak. Ez azt jelenti, hogy mivel ugyanaz a hang szól a lábdobba, és ugyanaz a hang fog szólni a basszusba, valójában az alaphang szinten egy ugyanazt a zenei hangot fogja tolni mind a kettő, annak ellenére, hogy a lábdob az ugye statikus marad, tehát marad ugyanezen a hangmagasságon. Azért mondtam, hogy szerintem ez a basszus roppant mélyen van ehhez képest. Na már most
ezt mondom, ezt fázisban meg lehet nézegetni, hogy itt milyen kioltások vannak. Nem fontos ezt összetologatni, van, ahol össze lehet, van, ahol nem. Nem mindig szükségszerű ez. Nagyítsuk vissza mindent, hogy a emberek lássák meg kisebbre a sávokat. Viszont nagyon fontos dolog lesz a következő, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy miért... Kitörölhetem abban a szimplészt, hogy mire akarsz volna valami. Nem, nyugodtan kitörölheted. Hogy miért csinálja ezt a megrendelőnk? Tehát, hogy mi volt a szándék ezzel a lehetetlen mélységbe játszó basszussal? Világos, hogy ő azt akarta ebben tulajdonképpen, hogy a dal nagyon szubos legyen. Például a pergőkbe, vagy a 2-4-et játszó funkciókba. Van egy olyan freki, amit ez a lápci nagyon rá van gyúrva egy ilyen kifejezetten egy ilyen csilingelős frekire, ami mondjuk úgy, hogy nem teljesen szerencsés, tehát picit énekel is, tehát szinte dúdolt hangmagassága, szóval az lehet, hogy nem túl szerencsés a dal szempontjából. Minden esetre én tudom, hogy ezt aránylag lehet jól kezelni, vagy ezzel lehet segíteni nagy mértékben, hogy ez ne ugorjon ki annyira. A pergőkben is van egy ilyen érdekes, ugyanezen a ilyen divatos ilyen 5-8K környéki valahol ezen a izén így jó megtolt hülyeség. Majd mindjárt kikeressük EQ-val, hogy hol van. Nem rossz az a freki, tehát nem arról van szó, hogy ez borzasztó rossz, de ebben a mennyiségben köszönjük szépen, már nem, az biztos, hogy nem fogjuk kérni. Úgyhogy ezt szintén megjegyeztük. Káosz nincs, tehát talán a legnagyobb káosz az, hogy teljesen tehát ilyen grid-edényes a dolog, és ennél egy kicsit nagyobb lazasságot megengedhetnénk magunknak, úgyhogy majd mindjárt meg is fogunk. Na most, hogyha ezt hozzádogoljuk a rettenetes basszusunkat, ami amúgy rohadt hangos is egyben. Túl laut? Igen, csak ezek a lépések. Elvileg ez a dal. Így van. Az összes többi, az csak egy ilyen díszítés. Na most például itt is jó hallod, hogy ha most a dobokba ezt nagyon, nagyon intenzíven benne hagyjuk például ezeket a frekiket, akkor az nagyon csúnyán össze fog ütközni a gitárral, nagyon megtakarja. Tehát nézzek, hogyha kiveszem a lábcint, akkor mennyivel jobban érvényesül a gitár. De ha a pergőt is kiveszem, akkor teljesen jól. Hol van a cidem? Az van, hogyha... Úgy is fogalmazhatom, talán így jobban megértitek, hogy a lábdob egy kicsit lófi a pergőhöz, meg a lábcínhez képest. Nem feltétlen a minta, mert lehet, hogy a pergő minták is vannak ilyen, ugyanilyen minőségek, vagy hasonlóak, hanem az, hogy amilyen irányba a pergő meg a lábcín van tekergetve, vagy csavarva, a lábdob az nem abba az irányba dolgozik, szóval, mint hogyha azt egy másik számhoz keverték volna. Ezt mindenféleképpen orvosolnunk kell, hiszen ugye a main beat, tehát a lábdob pergő és a subbeat az egy szoros egészet kell, hogy alkosson, hiszen ennek a műfajnak, amit csinálunk, ez a lényege. Tehát, hogyha ez nem szól jó, akkor baszhatod. És ez annyira fontos ebbe a műfajba, hogy minden más ennek van alárendelve. Tehát, ha az R&B-be nem szól jól a lábdob, meg a pergő, meg a lábcint, tehát nem baszik a groove, akkor a semmit csinálod. Érted? Akkor egy mondók a hangzenére, ami viccesen veszi ki magát. Na most ezért, mivel ez sarkalatosan fontos, ezért nem is, meg se hallgatom, hogy a zongora mit csinál ezekhez képest, nem mit csinál, mert világos, hogy ezek a sávok... Hogy amíg ez nincs megoldva, az fölösleges tornázás. Igen, fog hozni egy állapotot, amihez képest, még ha annak a hangszínek a kárára lesz is, hozzá kell tudni igazítani a gitárt, meg a zongorát. Még egyetlen egy dolog játszik ebbe a dologba, amit nagyon mindenféleképpen meg kell hallgatnunk, ez a főszereplőnk maga. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Szilajnak érzem a középmagas. Szilajnak. Ezt fordíts be a nézők felé, mit értesz ezzel? Az van, hogy nem az van, hogy sok, hanem az van, hogy ilyen
hogy ilyen keményen szól. Ami ilyen férfiassá teszi a dolgot, meg mit tűncsa, de inkább nekem rockzene hangulatom van tőle, mint egy ilyen... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek el. Szóval, hogy mondjam, az R&B kultúrában van egy olyan, tudod, hogy felveszed a prémes kabátot, rajta szarul. Tehát egy szar, ízléstelen színű prémes kabátot veszel fel valami nagyon drága állat bundájából, ami igénytelenül néz ki, viszont elképesztően drága ehhez képest, és ez az egészre jellemző, és rajta hagyod a blokkot, bassz meg, érted? Fordítva veszed fel a sapkát, mert lázadsz a társadalom ellen, ugye, eredetileg ez volt ez, ahogy hívják, és ez a zenében is így kell, hogy legyen, tehát ezekkel nagyon drágán kell csinálni olyan szart, ami senkit nem zavar. Ez a lényege a műfajnak. Tehát, hogy az egész egy shit, érted, viszont az rohadt sokba kerüljön indokoltan. És ennek át kell tudni jönnie, tehát ennek az éneknek... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek el... Ez egy Foo Fightersben nagyon faszal, de... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Tehát egy picit keménynek érzem ezeket a transzienseket, és hogyha most ehhez hozzárakom a dobot, főleg a lábdobot, ami hasonló transzienses. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, akkor sötétben zűr. Már elég közép van a zenébe, és akkor még ehhez be kéne passzintani a pergőt meg a lábdobot. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, sötétben. És akkor már van egy ilyen orros, ami, hát most nem arról van szó, hogy rossz, én szeretem kurva a középfrekvenciát, hiszen én csak azon a frekvencián beszélek, úgyhogy muszáj véget szeretni. De világos, hogy mértékletesen, és akkor még ebben lesz egy gitár. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fő. És az a dolog történik, hogy ahogy engeded össze a hangszíneket, egyre kevésbé hallod a rettenetesen toluló közepet, holott ott van, mert mivel a középtartományban annyi minden tolul már, hogy nem tudja a füled meg az agyat kibogarászni, hogy ott mi történik, elkezd egy oktávval feljebb figyelni, és amikor, ha kiveszem a gitárt... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, sötétben zűr. Beteszem a gitárt, amit egy oktávval feljebb lenne a zene. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Mert rögtön automatikusan az agyad, a kereső algoritmus, ugye azt a tartományt figyeli, ahol a legjobban ki tudja szedni a zenei információkat, és az esetben most transponálódott, mert abban a közép tartományban annyi minden tolul. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek, szívből nyomom csak lat. Csak hogy itt az a probléma, mert amit kihúztam, hát az EQ szerint 2,6 szerintem nincsen annyi, tehát valahol itt másfél környékén kéne legyen. Túl hamar lett vége ennek. Azzal az a baj, hogy ez a gitárnak egy rettenetesen fontos része, és hogyha ezt megherélem. Érted, megdöglik a hang. Tehát, hát konkrétan kiveszed belőle. Hát ez a lényege, ugyanis példának okáért, mint tudom, hogy most a Dani Tetra egy ilyen torzítót erre a hangra itt előtte, az van egy ilyen amp szimulátor. Ugye ez, de... Tetszik? Igen, ez most meglepett, hogy le akarják, mert ez egy AC30-as kopi. Igen. Akar lenni, egy Vox. Elképesztően pofátlanok. Hát ad ribbon mikrofon. Igen, beszarok, behúgyozok. És ugye ez a torzító, ez ezen a frekvencián fog tolulni. Na most ez egy jó kérdés, mert ez azt jelenti, hogy amivel ez főleg összeakad csúfosan, az ugye hol vannak, az ezek. Na, és mi a megoldás, doktor úr? Én arra gondoltam, nem biztos, hogy működni fog, hogy mi van akkor, hogyha főpróbaképpen megnézzük, hogy ebbe a címbe itt van egy channel EQ. Ez jó lesz nekünk. Hogy mi van akkor, hogyha megnézzük, hogy ebbe a címbe itt lefele mi van. Vagy lehet itt fút állítani, basszad már meg. Ott van, azzal tudsz. Elég bátor equalizer ez. Hú, de borzalmasan szólna. Felrakadod az Oxfordot. Majd keresünk valami normálisabbat, csak most nagyjából mi történik. Ugye enem, ez meg ez a sáv.
Jó, ez így elég R&B. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek. Szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hálás vagyok az esőnek, hálás vagyok én a szélnek. Annyi, hogy a nyitottat jó megemeli, mert azért jó nagy parasztot toltam rajta. Világos, hogy ez most csak ilyen frekvencia turkálás, de úgy látom, hogy ez a dolog majd így meg fogja oldani. Na most ilyenkor mindig úgy szoktam gondolkodni, hogy ne felejtsétek el, hogy ugye ez most csak a spektrális igazítgatása a dolgoknak, mert tudom ezt úgy csinálni, hogy összekombinálom a dinamikákkal, hogy megfelelő sound design legyen, hiszen a lábcsin nem nagyon fog változtatni, tehát nem nagyon változgat. A gitárnál már mondjuk ezt nehezebb megcsinálni. Egy lábdob is állandó, tehát nyugodtan lehet használni rajta olyan EQ-gate, kompresszor kombókat, amivel azokat az atakokat, stb. Egy kicsit abba az irányba hangolgathatjuk, ami nekünk a zenébe jó lesz. Most gyakorlatilag mondjuk azt, hogy így kitaláltuk azt, hogy mit akarunk csinálni. Tehát megtervezted. Igen, megterveztük vázlatosan, azt, hogy mit akartunk csinálni. Cél? Így van. Most azt azért tudni kell ebben az esetben, hogy ez a fajta gondolkodásmód, amit most egy órás távlatban fejtettünk ki lassan, ennek egy 8-10 perc mondjuk egy stúdióban, amíg az ember vagy 15 perc, amíg így átnézi az arancsnak, a számnak a bonyolultságától, vagy akármitől függvényében azt, hogy ezeket a dolgokat ki kell találni. Még egyetlen egy dolog van, amit szintén muszáj vagyunk csekkelni, mert nem tudom én se elképzelni így feltétlenül, hogy működik. Ez ugye az énekben ugyanez a dolog, hogy... Mit akarsz? Ide is túrja, mert egy ekút menesztő nyomorít. Nézd csak, hogy rákattintasz, és akkor... Ne tanigassá engem, csak túrja egy ekvalázat. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Hát ott is nyírni akarod. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek. Szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hálás vagyok az esőnek, hálás vagyok én a szélnek. Még ha fájt is tőlük, ők legalább hozzám értek. És talán már elhiszem, nem érdekelnek, ami értek. Tele vagyok érzéssel, mit nektek most itt kibeszélek. Lehet látni például azzal, hogy most egy kicsit itt megnyírjuk az éneket, bár ezt lehetne szűkebben, ezt meg lehetne egy icipicit lejjebb hozni, meg nem kell rányit, hogy például milyen szinten érvényesül rögtön a lábdob. Néznek, hogyha így hagyom. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. És semmit nem csináltam, semmilyen arányállítás nincsen, meg mit ez átjön nektek amúgy így, most muszáj. Nekünk fülesbe átjön. Igen, majd jelezzetek már jelezzetek, vissza. Hogy a ti rendszereiteken, nem tudom, hogy ki min figyeli a műsort, hallgatja a műsort, átjön-e az a változás. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek. Szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hálás vagyok az esőnek, hálás vagyok én a szélnek. Még ha fájt is tőlük, ők legalább hozzám értek. És talán már elhiszem, nem érdekelnek, ami értek. Tele vagyok érzéssel, mit nektek most itt kibe. Na, szóval most eljutottunk odáig, hogy nagyjából kitaláltuk, hogy az összes többi, ami szó, az kurvára mindegy. Tehát, hogy milyen az effektnek, milyen pruttyanós szubot fognak oda betenni, mert az nem zene. Tehát nem tudom, fütyült már közületek bárki mondjuk egy glide-ot? Nem, nem is fog. Lábdobot se fütyörészik senki. Érted, lábdobra bólogat. De ha nem bólogat, akkor minek a lábdob? Mármint érted, persze a Winchester-en jó, hogyha mint én van aki gyűjtöget, és van 8000 lábdob, hogy minek, mikor 3 kell jó. Itt van a gyűjteményed, majd akarod mutogatni. Mert ez a saját hülyeségem, mert nem fárasztom ezzel a népet. Mivel most R&B műfajt keversz, ezért mindent a groove-hoz igazítasz, ahogy mondtad. Más műfajokban, például rock, blues, pop, jazz, stb. Változhat ez a sorrend ezek szerint? Más a súlya. Tehát világos, hogy... Másod igazítod ott. Nem, másod... másképp súlyozol. Tehát itt az van, hogy itt 100 esetből 99-szer a dob felülírja az összes többi beállítást. A rocknál mondjuk 80 esetben írja csak felül, érted, amit mondok. A zenés, NDK-s zenés kosár 70-es évekből be, meg csak 13%-ba írta felül a dob. De a dob mindig elő van. Tehát a ritmus az mindig fontosabb, mint a dallam. Tehát ez nem előbb van. Tehát előbb ütögetett az ember, egy gyerek előbb ráz ütemre csörgőt, mint sem, hogy a hangmagasság érdekes legyen. Tehát mindenféleképpen fontosabb az ember számára.
Úgyhogy az, hogy egy akármilyen műfajban, egy akármilyen dalnak milyen a tempója, ez hogyan, mi fejezi ki a tempót. Van olyan szám, amiben persze nincsen dob, másképp valósítják meg a tempót, de akkor is nagyon fontos. Na, és akkor megyünk erre rá, itt bekapcsoljuk. Jött, és amiről beszéltél. Igen, már mindjárt másképp szól a dolog. De jött, amit beszélt, felhozta ezt a... Mondtam az elején. De amúgy ez még lehet koncepció. Figyelj, ez a... látod, hogyha átállítom az attack time-ot, akkor milyen szinten változik meg. Na most, amint halljátok, hogy ez, mivel nagyon gyors a kompresszornak az attack time-ja ebben az esetben, az indító transzient szinte így felhangolja egy oktávval feljebb. Figyeld meg. Jó? És csak az elejét figyeld, ne foglalkozzatok ezzel a kásás lecsengéssel, meg a szubjával, csak az indítását figyeljétek a lábamnak. Majd adok még egy kis hangerőt, hogy... Olyan, mintha egy EQ-t tennénk rá, pedig semmiféle EQ nincsen, csak van rajta egy kompresszor, ami ugye elindul, egy pillanatra még átengedi a lábdobot, mert nagyon rövid a takja, de aztán azonnal megfogja, és ugye azt a részt fogja meg, ahol tompa a hang. És azt engedi át nagy energiával, ahol még ugye sok benne az élesség, és akkor ezt hallod. Na most ugye itt ebben az esetben az SSL-nél, bár ez nagyon R&B is, hiszen ha most nézzétek csak ide, teszek nektek egy ilyen R&B dob magasat, bekapcsolom az EQ-t, rögtön örültök, hogy... Tehát ez tökösen szól, csak hogy az van, hogy nem tudom hangolni. Tehát vagy ebből tudok választani, vagy ebből a rövidebb, a hosszabb atakból, ami még mindig rettenetesen középkopogás marad. Na most, emlékezzenek, vagy tekerjetek vissza a műsor elejére, mondtam nektek, hogy ezt a lábdobot már valaki valahova oda processzálta. Tehát amint hallod, viccen kívül, konkrétan ezt az SSL van rajta még egyszer, tehát annyira kiemeli, ez a kompressz, halljátok, hogy annyira azt a frekit tolja, amit ők is megtoltak, csak most már dupla úgy hallod. Na most ugye az van, hogy ezért, mivel nem tudom ezt szabályozni, tehát zenébe most érted két dolog közül választhatok, vagy a lassabb, vagy a gyorsabb kompresszor beállításból, de ez nem elég variáció. Ugyanezt érted, hogyha most felteszem a Neve Channel Strip-et például, a 88-est, ott ugyanúgy a Fast és a Slow között tudok váltakoztatni. Nem elég precíz, úgyhogy most ez mind a két Channel Strip csak emiatt, nekem nem jött ez. Mert funkcionálisan ugye ez a dolog nem működhet, ezért meg is bukott. Úgyhogy választjuk azt, ami nagyon sok gomb van, és soká tart beállítani, és full digit. Csak azért, mert a kompresszor részénél be tudjuk frankón állítani limiter nélkül, be tudjuk frankón állítani, hogy legyen ez az atak. Kicsit balra vissza. Úgy. Jó, teszünk rá egy... Sőt, adok meg egy ilyet, hogy mindenki jó haja. Oj, de fasz ez! Egyszerűen nagyon jó. És gyakorlatilag tulajdonképpen, hát hogy mondjam nektek, finom hangolni tudjuk ezzel a lábdobnak ezt az atakját. Ráadásul ugye lehet ezt úgy csinálni, hogy egyszerre használunk erre expandert meg kompresszort is. Tehát, hogy két dinamikával megyünk, a halkakat is hangosítjuk, a hangosakat is halkítjuk, tehát teljesen abba a dinamika tartományba fogjuk odafókuszálni. Ez nem azért van, ez a kompresszor rajta a lábdobon, értitek? Mert a lábdob hülye dinamikákat játszik, hiszen ugyanolyan hangerővel ütöget elejétől a végéig. Tehát nem azért kompresszorozzuk, mert ugrál a dalba mondjuk, mert egy élő lábdobnál egy csomó esetben van, amikor azért kerül rá bizonyos dinamika, mert túl nagy különbségeket játszik a dobos, hiszen nem hallotta például az egész nótát előre. Itt nem ezért kerül rá, itt pusztán azért kerül rá, mert a szintibe is csavargathatnám a burkoló görbegenerátort. Tulajdonképpen itt erre használom most ebben az esetben, abszolút sound design-ra használom a kompresszort. Na most kérem szépen, akkor az fog történni, hogy újra visszamegyünk a klasszikus SSL-hez, csak azért, hogy lássátok, hogy mi van, hiszen
egy darab kompresszorral az SSL-nél nem tudtuk megoldani a dolgot, de mi van akkor, hogyha duál dinamikát használunk, és ugye a két végletéről közelítjük meg. Tehát szerettük volna, hogyha nagyon pattog ez a dolog, hiszen jó felhangoljuk a... És akkor még rámegyünk egy gyönyörű expanderrel is erre a dologra. Kicsit meggételted akkor a végét. Igen, a végét persze le fogja szedni. Hát azért megyek rá, hogy ne legyen a sistergés. Meggátoltad itt. Igen, csak ez az elejét is megváltoztatja, látod? Tehát mélyebben van az indítása, most még magasabban lesz. Na? És ez már zenével lehet... És vagyok én a szélnek, még ha fájt is tőlük, ők legalább hozzám értek, és talán már elhiszem, nem érdekelnek, ami érdektelen vagyok érzéssel, mit nektek most itt kibeszélek. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a... Milyen szubot csinált rá? Pedig lefele veszem a izéket, és még EQ nincs is rajta. Ez jó lesz. Figyelj, semmit nem állítottam. Nem véletlenül szeretik ezt, és nem véletlenül használják ezekre a dolgokra. Ráadásul, hogyha valaki szemfüles, és még a limiterrel is rá tud nyaggatni, akkor még jobban rá lehet menni. Tehát olyan helyre lehet hangolni azt az atakot. Hát, most lehet vakarózni. Tehát értitek, ilyenkor van az, hogy van, érted, szőke is, barna is, végül is mindegy, érted, hogy mit akarok mondani, el kell tudni dönteni. Hát most jönnek azok a dolgok, hogy... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények, sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek, eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek, szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hálás vagyok az esőnek, hálás vagyok név. Én a szélnek, nekem a név. Még ha fájt is tőlük. Szerintem az eszel jobb. Szerintem a név. Na, oké. Szóljon a nív. Maradjunk egyelőre a nívnél, és ne menjünk el nagyon az eredeti, hogy is mondjam, zenei koncepciótól. De figyeljetek, nem akarok semmit szólni, én azért ott vagyom azt az SSL-t a végére. Hát, ha majd megértitek a saját gusztustalanságomat. Mondtam, innentől kezdve ízlés. Teljesen világos, hogy a nív elé muszáj vagyunk elé EQ-zni. Nem tudom, hogy lehet elé EQ-t tenni, Dani, úgyhogy most választok egy EQ-t. Választasz és elé teszem. De ha már nív, akkor legyen nív. Hol van a 1081? Ja, te gyenge vagy, tudom, és akkor ezt nem szoktad, mert azon sok a gombá neked. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jött. Na most ugye azzal, hogy akkor azért csak kiszólózom ezt a lábdobot most, hogy akkor tegyük egy ilyen csili-vili magasat, hogy... És itt is azért öljük meg azt a... A névelnyerésre amúgy most is... Persze, mert a dinamikát mindenki szereti, én értem, hogy megetett benneteket, de hát megmondtam, tehát hogy fel voltatok háborodva, mikor magyaráztam a Billie Eilish-t. Az egész izé belém állt, hogy mit tudom, a Billie Eilish-on a gusztustalan SSL-t választják. Ne legyetek gyengék. Tehát nem szabad a jó ízlésedre hagyatkozni. Tehát vannak pontok, amikor be kell vállalni. Érnek színből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hálás vagyok az esőnek, hálás vagyok én a szélnek. Még ha fájt is tőlük, ők legalább hozzám értek, és talán már elhiszem. Ez nagyon tetszik nektek, tudom. Persze, hogy nagyon tetszik, hát jó, hogy. Hát azért csinálom. Mondjuk azt, hogy ezen a lábdobon oldjuk meg ezt a szub kérdést. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek. Hogy ne csak a... Tehát ne a basszus szubjától függjön az egész hülyeség, értitek? Hanem... Én már tudom, mit akarsz. Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer haza... Mehet még. Ne, ez elég. Nekem csak annyi kell, hogy gyomrozzon. Most ez fülesben rohadt nehéz megállapítani. Úgyhogy most, most hallgatjuk meg, Danikám, addig mi utoljára pergő buszt. Már nem, fél, most én nem megyek a koncepcióba bele, hogy most az... Ez egyszerűen ezen a buszon. Hát itt a legnagyobb probléma az, hogy nincs atak. Teszek egy kis ilyen
úttörő dobhasat. Úttörő dobhasat? Ilyet. Csak ebből nagyon kevés kell, hogy ne vékonyodjon el. Halljátok, hiszen ez ilyen jó orvos. És ez a karakter nem baj, hogy ez ilyen karakteres, csak hogyha most az orrát egy kicsit kinyírom, akkor muszáj vagyok helyette valami más betenni, hogy, mert ha ez nincs benne, akkor bevékonyodik. Látod? Ilyen így lesz. Így meg... Viszont kikerültük azt a középfrekvenciát, ami nyírta a többit, figyeld? Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek. Szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. Hát... Azt hallod, hogy amikor az EQ-t kapcsolgatom, hangosabb lesz a pergő. De hát nem hangosabb lesz, hát nézzem meg mennyiket veszek ki belőle, és itt csak keveseket emelek. Az történik, hogy kikerül abból a freki tartományból, ahol tolulás van, és ugye a másik freki tartományból, ahol nem szól annyi minden, könnyebben észrevezhet, hogy most üt a pergő, a többit meg oda képzeled. Hiszen, hogyha itt is szól egy frekvencia, meg itt is szól, akkor itt közte is volt valami, nem? Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek, szívből nyomom csak laza. Még ezt a közép miatt parazva még lejjebb lehet vinni, tehát innen. Mondjuk oda. Ósztorhat, jó, így már jó bunkó. Jó van. Még adunk rá egy ilyet. Még magasabban. És így, servingbe. Atakkal mi volt a bajod? Az, hogy nincs, de egyelőre nem érdekes, mert van még ott a cinis csörömpöl mellé, tehát... Túl hamar lett vége ennek, túl hamar jöttek elém a tények. Sötétben züllök, nyoma sincs itt lent a fénynek. Eltévedt lelkek, bízva egyszer hazaérnek. Szívből nyomom csak lazán, és azt hiszem, itt ez a lényeg. És most csináljuk meg ezt a kritikust. A kedvenc egy a színe. Minden jó lesz, akkor most maradjunk a nívnél. Csak azt, hogy lássátok, hogy nem kell sok plugin-t venni, elég egy. Csak az megfelelő jó. Ez egy jó vétel a 1081. Igen, ezt megmondtam, hogy ez lábszintesség. Nekem ez volt az első UAT plugin-em még, mikor PCI-os UAT kártyánk volt. Ez mennyire bunkó. És most még egy dolog kell, ezt rettenetesen össze kell kompresszálni amiatt, mert ilyenkor viszont kiugrik rettenetesen a nyitott szín, tehát a open head. Ugye sokkal hangosabb lesz. De most, hogyha valami gusztustalan sokat kell kompresszálni úgy, hogy nem számít, hogy ízléstelen, akkor használjunk 1176-ot, de az hova raktad? Ott van, nekem egy Revision A van, amit szeretek. Hát, Danikám, legyen az, bánja a halál. Világos, hogy minden gombot benyomunk, hiszen csak így lehet. Ez egy jó példa például Gergő stabilizálónak. Nem, még teszünk rá. Tökéletes, így gondolt a zeneszerző, én úgy érzem, hogy így gondolta lát. És figyel, akkor hangerőbe is betolhatod. Mert egy kicsit sok, hagyja jön az a látszint. Ja, én be lehet ilyen bunkóizére dolgozni. Már ebb is se be lehet szólni, hagyj csapja. Mert enélkül megölni a hallgatót, tehát... Még jó is, hogy ez torzít. Jó ez. Na, mondjuk. Jó lenne. Tetszik nektek? Szóljatok, ha nem. Srácok, hogy tetszik eddig? Szavazzatok. Ezt a gitárt kiveszem már, mert ezt még nem terveztük ide. Hiszen most el fogjuk dönteni, milyen hogy interaktív, milyen interaktív ez a műsor, azért várjon. Most már mindenki remélem hallja, hogy rohadt mély a basszus, tök feleslegesen. És a Dani azt mondta nekem, hogy cseréljük le szintire. Én csak azért nem csinálom meg, mert a jövő karácsonykor megmutatom nektek, hogy kell szinti basszus csinálni. Most megmutatom, hogy kell a félig szarból várat építeni. Van egy olyan kompresszor, amit sokan nem értik, hogy az minek van a világon, és mindenki ízére, mert mindenki a kompresszort keresi benne, pedig nem a kompresszor a lényeg, hanem azt fogjuk kihasználni ebbe a unitba, hogy nagyon frankó transformátor szimulátora van. Rakhatjuk a multifiltert a végére lassan. De mennyire drasztik?
Pedig csak annyi, hogy én, amikor ezt a vasat kitalálták, ott voltam a kiállításon, és beszéltem a fejlesztővel, és ő csak azért csinálta, mert a basszus gitárja nem ment át a zenekaron. Distressort használ, de azon nagyon sok volt a kompresszió, és azt mondta, hogy valamit neki csinálni kellett, mert a többiek lejátszották, érted? Úgyhogy ezért készült, de szerintem ez ide tökéletes bunkó megoldás. Tehát lehet, hogy sok is. Hoz egy uvados izét, Moog filtert. Minek ide a Moog filtert? Kierjelted a koncepciót. Hallod azt, hogy azzal, hogy rákerülnek a amúgy helyes felharmonikusok, most lehet hallani, hogy milyen rohadt hamis. Tehát... Hallod? Úgyhogy, ja, abban igaza van Daninak, hogy ezt a basszust ezt meg kéne csinálni rendesen, de nem azért, mert így nem a hangszínnel van a baj, hanem azzal, hogy a hangmagasság, tehát hogy iszonyatosan hamis, és ez nem feltétlen tesz jót. Tehát, mert az... Mert amikor hallgatod, akkor nem a basszus a hamis az emberek számára, hanem szar lesz a gitár. De a gitárral nincsen baj. Csak ugye a basszushoz képest hamis. Mit szeretnek most? Mi a legdivatosabb? Nézzük meg szérumba, és jó. Mindenkinek az van. Mondj azt, mit akarsz. Szaftú, tökéletes. Tegyünk egy... Egy sem Moog filter, 24 dB palettával. De csináljuk azt is, hogy rárakunk egy oldós Moog filter. Tedd rá ezt! Olyan úgy sincs, ez megvan. 24 dB. Úgy van, hagyj, játsszon valamit, nézzük. Ez most az izét halljuk. Vagy ja, nem? Igen. Úgy. Jó, 3 oktávot le. Komor. Ez már sok, már 4 voltam, béna voltam, nem látok el oda, álljatok, nem baj, majd így. Úgy. Még 3 oktáv is lehet, hogy mert ez ott van, ugye? Ott van, már húzzuk egy kicsit. Legyen 2, az a 3. Van itt egy analog, egy minitaurunk itt van, de az most macerásabb, azt nem látnátok. Ezt meglátjuk mindjárt, hogy milyen ez a szűrő. És kellene, hogy... Mit szeretnél? A trackinget. Az, pont az, ott rajta van. Viszont a szobot is be akarod küldeni a szűrőbe? Miért ez nem megy bele? Nem, azt az S nyom be. Nézd meg. Nem az a direct out? Nem, a direct out az a kivezeted a láncból. Ott van a A, B, N, S, és oda az S, és akkor beviszed a szűrőbe. Aha, ja, azért, csak csodálkoztam én is. Ez a színusz, jól látom? Igen, az, igen, mert ott van egy ilyen kamub. Örülök, Ákos, hogy tetszik. Van itt egy minitaur, ezt pont beszéltük a szünetben. Hang is megszólal, azt kapcsoljuk már ki teljesen azt a lábdob izé basszus hangot. Kinémítjük a sávot, azt úgy, hogy van, azt off. Így. Köszönöm. Sem rajtunk hangerőt ugye már neki. Hát most az anyom vissza van véve. Ott az envelope-a, aztán tolhatod napestig. LFO envelope 2, ez a szűrő? Szűrőt akarsz? Filter envelope-ot akarsz? Igen. Akkor fogd meg azt a kicsi négyzetet, látod? És az dob rá a szűrőre. Nem, a cutoff-ra, úgy, bocsánat. A cutoff-nak a gombjára. Menj be a matrixba, és állíts be, hogy uni vagy bipolárra akarod. Ha bemész a matrixba ott feljebb, nézd, ott a matrix. Látom. Két egér kéne. És ott van a type, hogy uni vagy bipolár legyen. Attól függ, hogy szeretnéd. Ennyi. Jó, akkor visszamész az oszba, és akkor ott beállítod, hogy finom hangolod, ott látod azt a kéket, hogy hol ráncigálja. Tessék. Most nagyon ráncigálni fogja. Nem, ez az izét kövét. Ja, persze. Tudom, hogy nagyon ráncigálni fogja. Thank you.
Elfi Balázs, az a gitár torzít, az egy logikus izé. Majd kicseréljük valami óvatosra, ha odaérünk. Nagyon csuportatunk. Kicsit a, nyugi kicsit a release-en toj, hogy mert legyen az a érzése. Tori, ne adj nekem tanácsot. Jobb vagy jársz. Azért remélem valaki veszi ezt az adást föl, mert nyilván rögzítjük, hogy szirkit szérumozik. Média történet. Média igen. Történelmi szóval pillanat. Ugye, ilyet még nem láttatok. 18-ra? Igen, mert a szarok gyűrű is nem hagy elég fel. Na, most kapcsold be a Empirical Labs-et. Az van, hogy rájöttem, álljunk meg, beteszünk egy BIOS-t, ezt a subot kivesszük, mert ez hülyeség. És ott jobban meg tudod oldani. Igen. Basic shapes. Mert, és a WFT-ből possal. Az teljesen jó. Oktáv. Viszont akkor kapcsolod be ott a B-t, hogy beküld a szűrőbe. Igen. És a hangerőt is tudod, vagy akár a fázisra igen, is tudsz játszani. Igen, de akkor várjunk az át kikapcsolom. Hallgatok, hogy... Tökéletes. Ratio level. Még annyit megcsináljunk, hogy lehet, hogy nem színuszt használunk itt, hanem... Hát valami szőrösebbet. Ennyit. Próbáltam a vitát, és tök jó, csak nagyon zabálja a processzort. De egy tök jó ingyenes. Még az envelope-ra visszamegyünk, és ezt itt lehúzzuk. Egy kicsit a filter envelope-on is tornázzunk. Igen, ezt még hosszabbra veszük. Nem, az jó, csak nyomjad.